rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Folytatódik a Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápecsója. A pénznek nincs szaga, mi mégis szimatot fogtunk. A Millás reggeli támogatója a House of Business Bank Center Kft. House of Business Bank Center, az ön prémium irodája, rugalmasan, testre szabva. Folytatódik a Millás reggeli, itt vagyunk még mindig, és még majdnem egy órán keresztül itt leszünk, otthoni stúdiójából Gede Balázs jelentkezik. A bentülött pedig Ács Gábor. No, Gede, Darth Vader, Balázst ismét megkérnénk, hogy egy kilépés, visszalépéssel. Annyira bejött neki ez, hogy elment és majd ezzel riogat. De akkor én elmondom, hogy miről lesz szó. Természetesen mindjárt indul a műsor nem véletlenül, és teljes joggal egyik legkedveltebb rovata. A Mesél a múlt rovatunkban Katona Csabát fogjuk hívni pillanatokon belül, de hadd hívjam fel a figyelmet, hogy Mihálovics Maci szerkesztő úr mennyire kedves volt a tegnapi napi csatás szekálások ellenére. Ma a Kultmogulban Varga Liviusszal fogunk beszélni, a Quimby, illetve a kutyavacsorája frontemberével, vagy mondjuk úgy egyik frontemberével, hogyha a Quimbyről beszélünk, annak kapcsán, amitről tegnap megemlékeztünk, hogy a dalszerzők napján, vagy ahhoz kapcsolódóan vállalta 68 zeneszerző, hogy egy kis filmet készít arról, hogy hogyan készült egy dala, illetve ennek a hátterén is a magamadom Liviusszal, egyébként elképesztő, érdemes mindenkinek megnézni, nagy többséggel megnyerte ezt a szavazást, úgyhogy fogjuk majd őt a Kultmogul rovatban keresni. Egyébként sok más érdekes videó is van ott, érdemes a többiekébe is belekukkantani. Igen, és nagyon jók, nagyon jók. Nagyon jók a sztorik, igen, szóval érdemes. Igen, és érdekesek is. Én Végvári Ádámét is megnéztem, pedig nem vagyok egy neotorajongó, de az övé is nagyon érdekes volt, mert a Covid alatt ilyen különböző pontokról online bejelentkezéssel hogyan raktak össze mégis egy dalt, ami először nagyon nehéz volt, mert egyszerre próbálták először, de az nem jött össze, külön kellett fölvenni és utána összekevergetni. Tök érdekes sztorik vannak. Igen. Aztán érkezett egy üzenet Dióslaki aláírással. A kicsit pontatlanul tudjátok, a TPT előírásait az opció is befolyásnak számít. Ha jól sejtjük, akkor Dióslaki Gábor elnök úr, a tebész, a tőzsdei egyéni befektető. Nem érdemes vitatkozni, elég jártas ugye ebben a... Hát ugye ez egy jogi kérdés, hogyha ez így van, akkor nem jön, akkor fizetniük kell a kis befektetőknek magas árat, úgyhogy ebből még lehet, hogy jogászkodás vagy akár pereskedés is lesz ez alapján, amit beszéltünk a Waberer felvásárlás, illetve az Indotek csoporthoz tartozó cég a Waberer ezt úgy próbálja megvenni, hogy ne kelljen most még a kis részvényeseknek ajánlatot tenni, de ha jól értjük, akkor a tebész szerint ez jogilag nem így van, hanem kell, és a magas áron. Úgyhogy erre vissza fogunk szerintem térni, de most... Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink. Katona Csaba történész, természetesen itt van videós vonalunk túloldalán, remélhetőleg. Szia Csaba, jó reggelt! Szervusztok, jó reggelt kívánok! Ja, jó reggelt! És mai alanyunk harmadik Károly, aki 280 éve hunyt el, és méltatlanul keveset tudunk róla, illetve nem is azon a polcon tartjuk őt számon, amit megérdemelne. Úgyhogy mesélj róla! Igen, hát mint annyi más uralkodunkra rá is vetül az az árnyék, amit úgy hívunk, hogyha valaki a Habsburg családból származik, akkor kevésbé tudjuk elfogadni a tevékenységét, uralkodását. Ugyanakkor azonban egy olyan királyról beszélünk, akinek a modern Magyarország megteremtésében igen komoly szerepe volt, és azt gondolom, hogy a tevékenysége, ha a mérlegét megvonjuk, noha természetesen tökéletes emberek nincsenek, akkor pozitív.
ez a mérleg. Tehát induljunk ki magából a életrajzából. 1685-ben született, és az a helyzet, hogy ő Lipótnak a fia, tehát a hosszú ideig uralkodó Hazur uralkodónak, az ő uralkodása ugye kevésbé pozitív mérleggel vonható meg. Mindazonáltal ő nem örökösnek számított, már legalábbis nem olyan értelemben, hogy megörökölje a német-római császári trónt, oda ugyanis a bátyját szánták, Józsefet. Az ő neveltetése ugyan Bécshez kötődött, de ezzel együtt állítólag még felnőtt korában is csak meglehetősen nehezen beszélt németül, mert hiszen egy idő után Spanyolország irányába kellett neki úgymond a figyelmét fordítania, egészen fiatal korától. Ugye második Károly volt az utolsó Habsburg uralkodó. Ez a szerencsétlen sorsú ember, akinek a, hát mondjuk úgy, hogy több évtizeden, évszázadon át ívelő belházasságok következtében minden létező szellemi, fizikai nyavaja kijött. És ő viszonylag fiatalon, alig 40 évesen elhunyt. Logikus lett volna ugye, hogy ide az ő helyére szánják Károly herceget, tehát második Károly halt meg, és a mi későbbi harmadik Károlyunk, de második Károly spanyol király, és a mi harmadik Károly magyar királyunk, ekkor még hercegként lényegében spanyol trónjelölt volt. A problémát azonban az okozta, hogy a spanyol trónra igényt tartottak a franciák is, ahol pedig nem más uralkodik, mint a nagy napkirály, ugye 14. Lajos, és alapvetően második Károly az ő unokáját jelöli meg spanyol királyként. Tehát innentől kezdve Károly hercegnek a pozíciója megrendül. Ugye Franciaországban egy elég sajátos helyzettel kell számolni, ugyanaz az ember nem lehet a spanyol király, aki a francia király, következésképpen a spanyol trónra nem jelölhetik 14. Lajos utódját, Lajost, a Grand Dauphint, ahogy hívják, sem pedig az ő fiát, a másik Lajost, a Petit Dauphint, hanem helyette elővesznek egy Fülöp nevű herceget. Itt volt ez a sajátos történeti anekdóta egyébként, hogy általában a Grand Dauphin azt mondta, hogy amikor a másik fiát, Fülöpöt, spanyol trónjelöltnek kinevezték, akkor általában azt találta mondani, hogy milyen igazságtalan ez a világ, az apám király, a fiam király lesz, csak én maradok herceg. Ugye sajátos dolog. Az egy másik csavar a történelemben, hogy 14. Lajos túlélte a fiát, a Grand Dauphint, és túlélte az unokáját, a Petit Dauphint is. Ellenben a spanyol örökösödési háború az oda vezetett, hogy végső soron 1714-re úgy dőlt el, hogy nem Károly örökölte a trónt. Voltak neki nagyon komoly támogatói egyébként ebben a trónigényében, például Hollandia és Anglia, viszont Hollandia és Anglia csak és kizárólag addig támogatták Károly spanyol trónigényét, amíg 1714-ben Károly bátyja, a német-római császár József meg nem halt. Ugye abban a pillanatban ugyanis, hogy ez megtörtént, Károlyra maradt a német-római császári trón, és teljesen máshogy nézett ki a helyzet Anglia, illetve Hollandia szempontjából, hogy ugyanaz az ember ne legyen már spanyol király, aki a német-római császár. Tehát ugye ugyanaz a személy, az ne üljön két ilyen erős trónon. Kihátráltak mögüle, és így kerültek a Bourbonok végső soron Fülöp révén a spanyol trónra. Na miért érdekes ez nekünk? Hát azért érdekes ez nekünk, mert József, Károly bátyja és elődje 1711-ben halt meg. Pont akkor, amikor a hajrájába ért a Rákóczi féle mozgalomnak a úgymond a kompromisszummal való lezárása. József, mielőtt meghalt volna, megbízza Pálffy Jánost, a hadseregeinek a vezetőjét, hogy kezdjen tárgyalásokat a kurucokkal. Ez meg is történik, ahogy az közismert Rákóczi elmegy külföldre, és Károlyi Sándor végül is megköti az úgynevezett szatmári békét, ugye a kuruc oldalról Pálffy Jánossal. És ugye nagyon sokáig úgy tanították ezt nekünk, hogy ez egy galád árulás volt, folytatódott volna a szabadságharc, ha nincs a két főúrnak az árulása. Sokkal kompromisszumkészebb dologról van szó. Abból induljunk ki, hogy gyakorlatilag győztes csata nélkül álltak a kurucok 8 év után. Ehhez képest az ajánlat az úgy nézett ki, hogy személyében és vagyonában mindenki sértetlen, aki leteszi a fegyvert, kivizsgálják a Magyarországot ért sérelmeket, összehívják az országgyűlés, megvizsgálják a varrási sérelmeket. Tehát győztes pozícióból egy nagyon, mondjuk úgy, hogy baráti kompromisszummaró készségről tanúbizonságot tevő békét ajánlott Pálffy János, akinek azonban akkor, amikor mindenre már sor került, másik uralkodója volt, és nem, ez nem más volt, mint harmadik Károly, német-római császárként hatodik Károly. Tehát így került a spanyol trón helyett, egyebek mellett a magyar trónra is Károly 1712-ben, és azt gondolom, hogy ez a béke, amelynek az előkészítésében ugyan nem ő vett részt, de jóvá hagyta, és be is tartotta a pontjait, azt gondolom, hogy mutatja azt a fajta kompromisszumkész személyiséget, amelyik őt jellemezte. Egyébként egy
jezsuiták által nevelt, mélyen vallásos, mai szemmel nézve bigottul katolikus uralkodóról beszélünk, abban a korban azért ezt így biztos, hogy nem fogalmazták meg, de tény, ami tény, hogy az uralkodás alatt nem kedvezett a protestánsoknak, majd erre is ki fogok térni. Trónra került tehát, 1712-ben egy évvel később koronázzák meg Pozsonyban, és az ő nevéhez fűződik egyebek mellett a törökök végső elkergetése Magyarországról. Ugye 1718-ban kötik meg a pozsereváci békét, amikor Temesvár és környéke a Temesköz is felszabadul, és ehhez az időhöz köthető ennek az ország résznek a komoly fejlődése, mert egy francia anyanyelvű lotaringiai születésű tábornok, bizonyos Claude Florimond du Mercy lesz a katonai vezetője ennek a területnek. Egyebek mellett az ő irányítása mellett történik meg a Temes környékén a mocsarak lecsapolása, iparfejlesztő tevékenységet folytat, és nem mellesre jegyezném meg, hogy 1718-ban az ő nevéhez köthető a mai Magyarország, az egykori Magyarország területén alakított máig létező első sörgyár létesítése, a temesvári sörgyáré. Ez több mint 300 év óta ma is működik. Most nem azt mondom, hogy ez harmadik Károly uralkodásának a legnagyobb hozadéka, csak mindazonáltal, hát ha már ez is szóba jött, akkor nem győztem nem megemlíteni. Meglepődtünk volna, ha kimarad, igen. Ugye? Tehát már 303. éve termel ez a sörgyár, az egy gyönyörű dolog, tehát akárhogy is ragozzuk. Na most, ha csak ezt a két dolgot említeném harmadik Károly kapcsán, hogy kompromisszummal zárja a Rákóczi féle mozgalmat, hogy a törökök kiűzésének a folyamatát betetőzi. Azt gondolom, hogy már ez önmagában egy pozitív dolog lett volna. De tény, ami tény, hogy a szakmári békével egy olyan fejlődési síkra sikerült állítani az országot, egy olyan fejlődési ívre pontosabban, amely gyakorlatilag 1848-ig meghatározta az ország fejlődését. Induljunk ki abból, hogy 1526 óta gyakorlatilag frontvonal Magyarország. És innentől kezdve elindul egy hosszú ideig tartó békés időszak, összehívja többször az országgyűlést az uralkodása során, már 1712-ben, hiszen amikor megkoronázzák Pozsonyban, az egy koronázó országgyűlés. Természetesen nem lehet azt mondani, hogy csak pozitívummal zárult az ő uralkodása, de azért néhány dolgot még megemlítenék. Például ugye az ő uralkodásához kötődik a pragmatika szankció elfogadtatása, lévén, hogy egyetlen fiúgyermeke, Lipót János gyerekként meghalt, és kénytelen volt abból kiindulni, hogy az egyik leányára kell hagyni a trónt, ez lett Mária Terézia. Tehát ezt a trónutódást sikerült biztosítania a pragmatika szankcióval, és azt gondolom, hogy az, hogy Mária Terézia kiemelkedő uralkodó, ez iránt ne legyenek kétségeink. Károly nevéhez fűződik az országnak az olyan értelemben vett újratelepítése is, ami hasonlatos IV. Béla tevékenységéhez a 13. századból, hiszen sajnálatos módon a török háborúk után az ország népessége 4-5 millióra rúg, ez a Mátyás király korabeli népességnek felel meg, egy katasztrofális demográfiai helyzet, és ugye ekkor részben spontán vándorlások következnek be, ugye keletről románok, délről délszlávok, északról szlovákok, nyugatról döntően német anyanyelvet beszélő emberek húzódnak az ország területére, de hát ekkor kerül sor azokra a telepítésekre is, amelynek során Buda környékén, illetve Tolnában, Baranyában és más helyeken megvetik a lábukat a svábok, ugye ez egy szervezett állami telepítés, de hogy mondjak egy másik példát, ekkor éled újra Békés megye, hiszen Harrukern János, Johann von Harrukern, aki megkapja a Békés megye 5/6-át kitevő vésztőgyulai uradalmat, például felvidéki, felföldi evangélikus szlovákokat telepít ide, és ekkor jönnek létre azok a szlovák szigetek, amelyek mai napig léteznek Békés vármegyébe. Tehát egy békés újratelepítés útján indul el az ország, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy jogilag sikerül rögzíteni azt az állapotot, ami úgymond a magyar rendek, a magyar érdekek, és itt a magyar önállóság a birodalmon belül érvényt kap egy kompromisszum keretében, ha nem is az uralkodóval szemben, de az uralkodó jogkörét mondjuk nem csorbítva, de szabályozva. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos tevékenység, hogy egy kompromisszum keresi uralkodóról tudunk megemlékezni. Volt-e hátránya az ő uralkodásának? Volt. 1731-ben ugye az úgynevezett Karolina rezolúcióval korlátozza a protestánsok vallásszabadságát, ugye csak úgynevezett artikuláris helyeken tarthatnak miséket, ha valaki áttér katolikusból protestáns, a kemény büntetéssel sújtja, a protestánsok nem igazán vállalhatnak állami hivatalt, mert ide is korlátozó intézkedéseket vezet be. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a vallás területén vagy felekezet területén ultraliberális lett volna, de a 18. században egy Habsburg uralkodót ez nem számít annyira meglepőnek. Részt vett a második török-Habsburg, vagy török-osztrák háborúban a 18. században is. Ez sajnálatos módon azzal végződött 1739-ben, kevéssel a halál előtt, hogy Belgrádot és környékét, illetve a bánát egy részét elveszítettük, tehát amit 1718-ban a pozsereváci békében sikerült megszerezni, azt itt elvesztette, miközben Oroszországban a szövetségben még harcolt a törökök ellen. Tehát fogalmazzunk úgy, hogy Károlynak nem a hadászat volt az erőssége, és végül még egy dolgot kell megemlíteni, miközben kiépíti a modern Magyarországot,
ő hozza létre például a helytartó tanácsot, tehát kiépíti a modern állami közigazgatást, ez eszeveszett költségekkel jár, tehát amikor 1740-ben meghal, Moson megyében egy vadászaton állítólag gyilkos galócát evett. Ezt nagyon nehéz ellenőrizni az ilyen információkat. Na ez megint egy olyan halál, ami találgatásokra adott okot, igen. Hát igen, de ugye ha belegondolunk abba, hogy 1685-ben született és 1740-ben halt meg, tehát már nem számít fiatalnak az akkori viszonyok között, ez éppen úgy lehet egy gyilkos galóca, mint bármi egyéb más, ezt nyilván soha nem fogjuk pontosan megtudni. Ami bizonyos, hogy amikor Mária Teréziára hagyja a trónt, jogilag biztosította számára a pragmatika szankció révén a folyamatos örökösödést, és innentől kezdve nem Habsburg házról beszélünk, hanem Habsburg-Lotaringiai házról. Más kérdés, hogy a rövidebb névalak miatt akkor is Habsburg házról beszélünk, de csak jogilag tudta biztosítani, hiszen például ne felejtjük el azt, hogy a poroszok nem ismerték el Mária Terézia trónigényét, tehát ki is tört a Habsburg örökösödési háború 1740-1748-ban, illetve jelentős mennyiségű államadósságot vagy adósságot hagyott a lányára, Mária Teréziára. Mindazonáltal, ha megmondjuk a mérlegét, akkor azt gondolom, hogy a török kiűzése, a Rákóczi-féle kompromisszum, a modern Magyarország kiépítése, az, hogy biztosította azt a fajta alkotmányosságot, amely korlátozta az Habsburg abszolutizmust, hogy összehívta az országgyűlést három alkalommal, ha jól emlékszem, az uralkodása alatt, az egészet így összerakva egy egészen pozitív mérleget tudunk megvonni, és gyakorlatilag a személye azért szorul háttérbe, mert részben, ahogy korábban is említettem, nagyon fenntartással kezelünk minden Habsburg uralkodót, ennek az okairól már korábban sokszor beszéltünk, meg egy picit azért is háttérbe szorul a személye, mert Mária Terézia, illetve második József árnyékában jelentéktelenebbnek tűnik az ő uralkodása. De hát, hogyha valaki 1711-től 1740-ig ül a trónon, és gyakorlatilag egy békés időszakot teremt az országba, Magyarország területén ilyen nagyon régen nincsen, akkor azt gondolom, hogy a halála után 280 évvel emlékezzünk meg róla jó szívvel, tisztelettel, minden hibája ellenére. Nincs tökéletesség, ez ugye a történelem, nem pedig a hollywoodi filmek. Így van. Nagyon szépen köszönjük, Csaba, nagyon érdekes volt. És tök jó, hogy is mondjam, csak... Tök jó, hogy sokkal többet tudunk róla. Oké. Szuper. Köszönöm szépen a figyelmet. Félreértés ne essék, ez itt nem a Habsburg TV reklámot csináljunk neki, csak a tények mentén. Nem, világos. Elmény. Szerintem ez mindenkinek átjött. Oké, köszi szépen. Szép napot. Én is köszönöm, szervusztok. Szia. Katona Csaba történésszel emlékeztünk tehát a 280 évvel ezelőtt elhunyt harmadik Károlyra. Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak.